de itt a következő dolgok történtek. Volt olyan pár, aki összeszedte például a Szili Katalin trónalapját, és beszólt a mostalábában vasárnap, majd fölhívta a aktivistáját, és a következő dolgot kérdezte. De Jóska, nem mennél-e megnézni a postalánál, ahol állítólag az utcában a szóltak? Jóska lement, látj csodát, megtalálta a szórólapot. Itt a telefonát, hogy itt van egy szórólap a postalánál, mert tele van az egész lépcsőn a szórólap, tegnap ürítettem ki, tegnap még nem volt ott. Jóska, akkor menjen aztán jelentse be a bizottságnál. És bejelentettem. Ezekre a dolgokat kell törekedni. Az NSZP is csinált egy hasonló kampányt, ugye a Hírtv úgy nevezte, hogy invázió. Ott a 2200 nyugdíját leküldtek. És a 2200 nyugdíját az elment és kopogtatott minden ajtón. De az ilyen teljes letám, ugye a Fotiban hívják ilyen katalánszónak, tehát a teljes letámadásnak, annak nem sok értelme van. Mert hogyha nem a saját bázisodhoz mér, a másik tábor bázisát is aktivizálod. Mert gondoljatok be, ha a Gyurcsány egyik ember, az a Bajnai egyik ember bekopogtatna hozzá. És azt mondja, jó napot, a Bajnai fürdött, és menjünk el, vagy menjen el szavazni. Rögtön első mondat, menj az anyádba. Második mondat, majd én eldöntöm. Harmadik mondat, ha idáig nem jutott volna eszedbe, hogy elmenjél egy ilyen inzultusra, biztos, hogy el fogsz menni.